Igazából én ma nem egy desszerttel készültem nektek, a változatosság kedvéért, viszont egy nagyon-nagyon finom előételt hozok nektek. Nem tudom, hanyadik habberőmet fogyasztottam el. Úgyhogy ezzel gyorsan itt megszenvedek. És közben megérkezett a család! Vivike! Szia, Vivi! Na, apád, látod? Már főz is. Na, már főzök, lányom. Ha megkérdezhetem, hogy mit főzök? Drágám, vörös boros. Igen. Szarvasgombás. Igen. Csirke. Nem, szüzérmét. Megyek egy kis zuhanyzok, és megyek próbálni, táncpróbára gyerekek. Fred Astaire. Fred Astaire vagyok, úgyhogy én most egy-két figurát be is táncolhatsz. Most a lábosba figura. Szevasztok! Na, hát akkor a bátyát azt lepasszoltuk. Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai Drága Halózások receptjei műsorban. Igazából én ma nem egy desszerttel készültem nektek, a változatosság kedvéért, viszont egy nagyon-nagyon finom előételt hozok nektek, ami egy különleges előétel is egyben, hiszen egy spenótos tekercset készítünk, ami sonkával, krémsajttal, fűszeres krémsajttal és sajttal lesz megtöltve, úgyhogy egy nagyon-nagyon finom előétel lesz. Úgyhogy a hozzávalókat azt elmondom nektek gyorsan, tehát spenót, én most Mirelit spenótot használtam, de viszont az a lényege, hogyha Mirelit spenótot használtok, hogy egy szűrőn keresztül, miután a spenótot felolvasztottátok, teljesen le kell csepegtetni, hogy ne legyen a spenótunk vizes. Van itt nekem lilahagyma, egy pici kecskesajt, sonka, krémsajt, naturkrémsajt, tojássárga, fokhagyma, én kétféle sajtot készítettem ide, kék sajtot, füstölt sajtot, ugye a tojásfehérjénk van, lisztünk. Először is a spenótos lapot fogjuk elkészíteni, úgyhogy ehhez én itt a tojásfehérjét, azt el is kezdem habbá verni, kemény habbá verni, ugyanúgy, mint egy piskótánál, és közben mutatom nektek, a spenótot belerakjuk a tálba, hozzáadjuk a spenóthoz a fokhagymát, én nem sajnáltam, én egy jó 4 cikk fokhagymát lereszeltem, hiszen én nagyon szeretem a fokhagymát, és a spenóthoz az nagyon ízlik is, illik is. Ehhez hozzáadjuk a 6 darab tojássárgát, és most ízesíteni fogjuk. Sóval bátran kell bánni, mivel a spenót az elég sót, sok sót fel is vesz, és hogy azért íze is legyen ennek az egésznek. Fogunk még a tésztához adni őrölt borsot, ízlés szerint ezt is, de azért nem árt, hogyha van egy kis íze. Ezt most eldolgozzuk. Így. Ehhez hozzáadjuk a lisztet. És ezt az egészet a kemény habbá felvert tojásfehérjével fogjuk lazítani, és egy sütőpapírral bélelt tepsire ki fogjuk kenni, ugyanúgy, mintha egy roládot készítenénk, egy piskóta roládot,
A sütőt azt én már előmelegítettem, és szépen 180 fokra be is fogjuk tenni sülni egy olyan 15-20 percre körülbelül. Hogyha a tojás fehérjénk az már körülbelül 70%-ba felverődött, akkor majd hozzá fogunk tenni egy két csipetnyi kis sót, és ezt a masszát apródonként hozzáadjuk a tojásfehérjét, és azzal fogjuk lazítani. Szépen kikenjük, és miután a lapunk, ez a spenótos lapunk megsült, akkor az nagyon fontos, hogy még melegen csavarjuk fel, ilyen rolát formájába, és addig elő fogjuk majd készíteni a tölteléket is. Hát itt most már a tojásfehérjénk nagyjából 70%-ra felverődött, úgyhogy most teszünk is hozzá egy két csipet sót. És aztán majd én most meg is fogom egy nagyon picit kóstolni a masszát, hogy igényel-e még egy pici sót vagy borsót. És én úgy ítélem meg, hogy még mehet hozzá egy kicsit, hogy ízes legyen. A krémsajtos tölteléket azt majd lilahagymával, egy pici kecskesajttal, petrezselyemmel, kaporral, pici sóval, borssal ízlés szerint fogjuk majd fűszerezni, és majd ezt a kihűlt spenótos lapot meg fogjuk kenni a krémsajttal, rá fogjuk fektetni a sonkákat, rátesszük a sajtot, és egy gyönyörű rolád alakká fogjuk föltekerni. Egy picit majd a hűtőbe hagyni kell, hogy összeálljon, tehát hogy megdermedjen benne a krémsajt, és utána gyönyörűen lehet majd szeletelni. Egy-két percig gyönyörűen a hab az nekünk föl is fog verődni, és akkor már folytatjuk is. Nagyon szép, nagyon mutatós, igazi színes kis előétel lesz. Tojásfehérje az már szép kemény habbá verődött. Úgyhogy most el is kezdjük. Tettünk hozzá egy adagot. Én ilyenkor mindig úgy szoktam, hogy az első adaggal azzal fellazítom a tésztát. Na már habverő megint kezdi felmondani a szolgálatot. Én nem tudom, de amióta már főzünk, nem tudom, hanyadik habverőmet fogyasztottam el. Úgyhogy ezzel gyorsan, itt megszenvedek, de ilyenkor gyors mozdulatokkal föllazítjuk. Ilyenkor nem kell vele kesztyűs kézzel bánni, tehát nyugodtan meg lehet törni a habot. A lényeg, hogy fellazuljon nekünk itt a spenótos masszánk. Na, ezek már kellően. Jó, fúj a szél már megint. Na, és akkor most szépen hozzáadjuk a tojásfehérjét. Ígyni. És akkor most gyors mozdulatokkal egy nemmelé keverjük. Ha ezzel meg vagyunk, akkor pedig kikenjük szépen a lapot. Nem kell nagyon sokáig sütni, egy olyan 15 perc múlva körülbelül rá fogunk nézni, és amit mondtam, nagyon fontos, hogy melegen feltekerjük, hiszen akkor nem fog törni annyira a lapunk. Ezzel meg is vagyunk. Remélem nem fogja itt nekem a szélszől fújni a sütőpapírt, és akkor szép. Na, ahogy ezt kimondtam, már kezdi is. Na, de nem baj, nem fogsz ki rajtam. Úgyhogy
5 kg massza. Benne a jó fokhagyma, nagyon jó illata van. Így, és most gyors mozdulatokkal szépen ki is kenjük. Na ne, tényleg ne, ne csináld. Ügyelve arra, hogy azért egyforma vastagságú legyen a spenótos tésztánk. Hogyha majd ezt tekerjük és fölvágjuk, akkor szép legyen, ne csak finom, hanem szép is. Nagyon fontos. Ezzel meg is vagyunk. És ühetjük is be a sütőbe, addig pedig elkészítjük a törzseléket. Ízre szerintem nagyon finom, kellően sós, borsos, fokhagyma is érződik rajta, úgyhogy ihetjük is. Chic at La Super Rica, grabbing tacos, checking out hotties. Now we're talking astrology, getting our nails did all Japanesey. Day drinking at the Wildcat, sucking real bad at Mariah Karaoke. It's no big deal. It's no big deal. Amíg a spenótos tésztalapunk sül, addig elkészítjük a krémsajtos tölteléket. Tehát itt nekem most két doboz, nagyobb doboz natur krémsajt van. Ehhez hozzá fogom tenni a lila hagymát. Így. És van itt nekem egy kis kecske sajtom is, amit szintén belemorzsolunk, és akkor jól elkeverjük benne. Így. Egy kis kapor, ízesítésképpen, hogyha valaki nem szereti, akkor nyugodtan kihagyhatja, de szerintem nagyon finom. Én például gyerekkoromban nagyon sokáig nem ettem a kaprot, most meg aztán mindenféle ételbe szeretem. Teszünk hozzá borsot. Na itt annyira ugatnak a kutyák, mintha nem tudom mi történne. Van három, úgyhogy bőven tudnak ugatni. Teszünk hozzá petrezselymet. Nem csak a színek véget, hanem az ízek véget is. És ízesítjük ízlés szerint sóval. Így, ezt most kidolgozzuk, aztán majd megkóstoljuk, hogy kell-e még bele valami. Úgy fog kinézni a dolog, hogy miután majd kisült a spenótos lapunk, akkor utána meg fogjuk ezzel a fűszeres krémsajttal kenni. Erre rá fogjuk szépen a sonkákat rakni, a sonkáknak a tetejére majd a kétféle reszelt sajtot, és így fogjuk feltekerni a rolládunkat, majd be fogjuk tenni a hűtőbe. Hát, hogyha valakinek van ideje, akkor minél többet a hűtőbe áll, annál jobban összeérnek az ízek, meg a krémsajt is kifagy benne, és szebben lehet majd szeletelni.
la negra caribeña. Szerintem ez tökéletes, ebben nem kell semmi, úgyhogy ezt így félre is tesszük, és most megvárjuk, amíg a spenótos lapunk kisül. Addig, amíg sül a spenótos lapunk, addig én elmosogatok, és addig küldök egy dalt, szóljon mondjuk Dua Lipa egyik dala. Ki is sült nekünk itt a spenótos lapunk, és ahogy mondtam, nagyon-nagyon fontos, hogy melegen tekerjük föl, mert akkor nem fog megtörni a lap. Na, kicsit hagyni is kellett, hogy kihűljön, hiszen ugye a nagyon forró lapot nem lehet megkenni a krémsajttal, mert akkor elolvad, úgyhogy még nekem éppen, hogy egy picit langyos, de már olyan állapotban van, hogy erre már rá lehet kenni nyugodtan. Na! Úgyhogy szépen fogjuk, és amit előzőleg elkészítettünk, ezt a fűszeres krémsajtot, ezt most rákenjük. Úgyhogy mindenhol egyenlő arányban legyen rajta, hogy ez rá is megy. Nagyon-nagyon jó íze van, és nagyon jó illatok vannak. És úgy, mint ahogy egy roládot szoktuk, szépen rákenjük. Hogy mindenhová jusson a töltelékből. Egyenlő arányba. Aztán szépen erre rá fogjuk a sonkákat rakni. De még a szélére jöhet egy picit. Így mi? Ezzel meg is vagyunk. Most szépen jönnek a sonkák. Amennyi van bőven, nyugodtan rá lehet tenni, és úgy fogom most csinálni. Így, és erre jöhet a sajt. Ugye én itt kétféle sajtot választottam, egy füstölt sajt és egy kék sajt. Ezt is szépen eloszlatjuk rajta. Legyen. És érdemes betenni a hűtőbe, vagy akár előző este is elkészíthetitek, mert minél jobban összeáll, én szerintem annál jobb az íze. És akkor most ugyanúgy, mint ahogy egy roládot szoktuk, adott esetben egy piskóta roládot, szépen fölcsomarjuk.
ügyelve arra, hogy mindig alul legyen az a rész, ahol feltekertük. Én ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy a papírba megfogom, és visszafele ugyanúgy fölcsavarom a roládot. És akkor mehet is be a hűtőbe egy picit, addig én át fogom adni Emilnek a terepet, és miután Emil elkészült a főételével, addigra szerintem már szeletelhető lesz az előételünk is. Menj be a hűtőbe! Kezit csókolom mindenkit, sziasztok, Emilio Santorini vagyok. Egy kis francia jellegű konyhában fogok ma kedveskedni nektek, önöknek, úgyhogy el is kezdem a történetet. Egy kis olívát öntök a serpenyőbe. Astor Piazzolla szól, egyik kedvenc zeneszerzőm. Na, elkezdtem a főzést, a darázs megjött. Szokás szerint rám van állva. Úgyhogy én már a hagymát teszem a serpenyőbe, ami egy kis fokhagymát is tartalmaz. Dísztelődik a hagymánk, gyönyörű illatok, fokhagymát is tettem bele, csak most át kell állítanom, igen, szól az Astor Piazzolla közben, imádom. Na, igen, gyönyörűen ez az. Dísztelődik a hagyma, közben húsunk egy kis sót kap. Amit én elkezdem már keverni, a húsunkat a sóval, és megbolondítom egy kis liszttel a húst. Elmondom majd miért. Azért, mert majd a... És közben megérkezett a család! Vivike! Szia, Vivi! Hogy vagytok? Most jött a suliból. Na, apád, látod? Már főz is. Na, már főzök, lányom. Nagyon finom. Na, én addig lecuccolom a tatyódat. Jó. Na, közben a húsunkat... Gyere, lányom, nyugodtan. Dísztelem a hagymát, közben a húsunkat megfűszereztem. Baba, hozzál nekem ki egy kis ízét, papírtörlőt. Na, hús, sót kapott, borst. Borst is. Azért tettem bele a lisztet, hogy egy kis, a szaftja jó sűrű legyen majd ennek az ételnek. Egy kis olívát ráteszek, így van. És én ezt a kis hús már rá is teszem. Ó, nagyon jó illat! Mit főzöl, apa? Kérlek szépen, ez egy nagyon finom étel. Adj egy kis papír. Jó. Mi volt a suliba? Tanultunk. Igen? Igen. Volt vizsga valami? Ma nem volt. Ma nem volt semmi? Igen. Na. Össze is keverjük a dísztelt hagymával a mi húsunkat. Ó, de finom. Ez egy fenséges étel. Apa, megkérdezhetem, hogy mit főzöl? Drágám, vörösboros.
Igen. Szarvasgombás. Igen. Csirke. Nem, szűzérmét. Hosszabb. Fűszeres. Finom lesz nagyon. Hölgyeim és uraim, a kis szűzérmény már benne van a serpenyőbe. Most adok hozzá zöld paprikát. De szeretem a zöld paprikát, úristen, nagyon szeretem. Egy kis kérget kapa húsunk. Gyönyörűen. Kérget kapa húsunk. Így van, és akkor most egy kis petrezselyen zöldet ráküldünk, szárított változatban. Ameddig a húsunk nem éri el azt az állagot, amit én el szeretnék kérni, hogy természetesen egy kis kérget hagy süljön. Hallgassunk addig egy kis zenét! 8 enger, 520 ló, repesztek bele az éjszakába. Úgy szágod a brigád velem, hogy aki gyorsan mennek is állnak bátja. 9 év padló gázzal, ki lesz az, aki a nyomunkba ér? Díjak, sikerek, dupla telt ház, aki nyomnám baszott, de nem jó a fék. Nézem a kocsikat mellettem, hogy túráztatják üresbe. Csak úgy csillog, villog a kasztika, náluk a fényezés, náluk a motorika. Nincs megállás, csak fél idő van, van még ebből egy második kör. Jutalomjáték, koncert, karácsony, akkor is nyomjuk a fonnyad. Majdnem 10 éve mondták egy nyári a banda. Lejó horgász behetett, fogtam a fejemet, készen is volt már a csapda. Nem akartunk sláget, valahogy mégis mindig egy ország fújta. Az hagyján, de mellé volt egy pár csóka, aki a stílus csorta. Mit teltek az évek? Közben a diaktól majdnem leszakadt a bolc. Azért kamásztak minket a srácok, mert őszintén tudtuk és sosem volt póz. Volt részünk mindenbe, de egy férfi mindenről nem beszél. Megkerülhetetlenné váltunk mi ketten, de tudjuk a szabad csak szembeszél. Mossuk kérek egy kis újházi tyúkusleves alaplét tettem rá az ételre. Az alaplét én el szoktam tenni mindig, mikor levest főzünk, mert hát az nem tudom, hogy ti házi asszonyok el szoktátok tenni, vagy alaplével szoktatok főzni, de a más az étel, más. Úgyhogy most le is teszem a fedőt az alaplével. Kicsit hagy puhuljon az ételünk. És gombát fogok használni, és fogok használni egy tattoo fog, ez az
szarvasgomba püré. Így néz ki. Ebből nagyon kevés kell majd az ételbe, mert ez nagyon intenzív az ételünk, és amíg rottyog az étel, egy kicsit a húsleveslé hagyjárja át a kis húsunkat, addig hallgassunk egy kis zenét, mondjuk jöjjön, azért Radics Gigikén, itt nagyon szeretek, tőle egy dal. Van az úgy, van olyan, hogy a szív tele van, nem fér hozzá más. Fiatal szerelem bekerít, ügyesen valahogyan rám talált. Ide állok arccal a fénybe, fura lett, hogy máshogy élek. Nagyot fordult velem a világ. Na, hölgyeim és uraim, nagyon pici szarvasgomba pasztát tettünk bele. Na, elkészült itt nekünk a spenótos saládunk, de hogyha tényleg azt szeretnétek, hogy nagyon jól szeletelhető legyen, akkor nyugodtan hagyjátok bent a hűtőbe. Hogy mondjam, ez annyira intenzív íz, hogy fantasztikus. És most a kis champignon gombánkat is, hogy megyek egy kis zuhanyzok, és megyek próbálni, táncpróbára gyerekek. Fred Astaire. Fred Astaire vagyok, úgyhogy én most egy-két búcsúzok. Figurát be is táncolhatsz. Mota lábosba figura, szevasztok! Na, hát akkor a bátyát azt lepasszoltuk. Na, hölgyeim és uraim, megvan a kis húsunk, és most egy kis, nagyon pici szarvasgomba pasztát tettünk bele az ételünkbe. Meg is változott a színe, tessék nézni, vagy nézzétek. Ez épp elegendő, ez annyira intenzív íz, hogy fantasztikus. És most a kis champignon gombánkat is, hogy beletesszük. Ez egy gomba csoda. Ez egy nagyon komoly mix, ami az ételünkben megforgatom a kis gombát bele. Gombánkat így. És a drága nemes vörösborunkat beletettük az ételbe, hogy megbolondítsa az ételünket színbe, illatba, ízbe. Most ez rottyan kettőt,
az étel is. Amíg rottya, jöjjön tőlem egy dal, amit nagyon szeretek, az Őrült vágy című dal, Emily. Szült a csodám, az ételem, a feleségem mindjárt jön, a Tinám, megkóstolja, ha van kedvetek, főzzétek le. Mindenkinek ajánlom ezt az ételt. Gyere, drágám! Na? Gyere! Téd a kóstolás. Ez mi? Ez milyen vörösboros? Struczleves. Sertésszűz vörösboros. Hú, jó illata van. Darázs megjött, spanom, nagyon kamázom. Ma nevére vetettem, vagy bejelentem ide a lakóhelyre. Ez nagyon finom. Le a kalappal. Ez tényleg nagyon finom. Ezt egy kis párolt rizsát ugye el tudnám képzelni. Igen, csak most hogy ofurázza a párolt rizs. Hát miért azt lehet enni párolt rizs? De ez tényleg nagyon finom. Pikáns, csípős. Ez olyan, amilyen a nagykönyvben meg van írva. Úgyhogy komolyan. Ha van kedvetek, akkor főzzétek le. Igaz, egy kicsit ez egy hogy mondjam, egy luxusabb étel. De aki szereti a jót, akkor az főzze le utána. Csókolak benneteket. Jó volt megint veletek. Küldjétek a recepteket is, imádunk benneteket, és ne felejtsétek el, hogy hétfőtől péntekig a Sláger TV-n 18:55-kor Tina Emilio, Vivike, legés de ne nagyon búcsúz, mert hát nekem még a spenótosomat azt fel kell tálalni. Hát jó, hát azért én ilyet búcsúzom, hát a spenótosodat, de én már letettem a lantot, megyek egy kis zuhanyzok, és megyek próbálni, táncpróbára gyerekek. Fred Astaire. Fred Astaire vagyok, úgyhogy én most búcsúzok. Egy-két figurát be is táncolhatsz. Mott a lábosba figura, szevasztok! Na, hát akkor a bátyát azt lepasszoltuk, én pedig mindjárt jövök, és mutatom nektek, hogy milyen lett a spenótos tekercs. Az tényleg jó. Na, elkészült itt nekünk a spenótos saládunk, de hogyha tényleg azt szeretnétek, hogy nagyon jól szeletelhető legyen, akkor nyugodtan hagyjátok bent a hűtőbe. Tehát akár mondom, még előző este is elkészíthető, mert akkor teljesen szépen lehet szeletelni. Ez egy spenótos salád, ami sajttal, sonkával és sajt, fűszeres sajtkrémmel van megtöltve. Anya, és ugye, hogy nem lehet éleszni a spenótot benne. Tessék? Nem lehet éleszni a spenótot benne. Hát a spenót, az a tésztájában van elrejtve. Úristen, akkor ezt majd kicsöpek. Úgyhogy jó étvágyat kívánok hozzá, próbáljátok ki ti is. Na? Megkóstolod? Vágjak belőle neked? Egy pici? A gyerekek valahogy a spenótot nem nagyon szeretik, de... Én a spenós levesbe szeretem. Spenót levest? Olyant nem nagyon szoktunk, főzeléket szoktunk. Tessék, kóstold meg. Na, nem bánt, nem harap. Sajtkrém van benne, spenót. Na? Neked nem ízlik. A művinek nem ízlik. Hát ennyi, ő nem nagyon van oda a spenótért, de szerintem finom különben, úgyhogy próbáljátok itt is. Sziasztok! Na, ma is kiválasztottunk az általatok beküldött receptekből 3 ételfotót. Az első, akire a választásunk esett, ő Kóka Mónika, aki töltött csirkecombot készített, hogyha minden igaz. És nagyon, nagyon jó. Én nagyon szeretem a töltött csirkecombot, de hát nekem a család nem nagyon eszi, úgyhogy ezért én ritkán főzöm. A második, ő Zakor István, aki erdei gyümölcsös mascarpone-s tortát csinált nekünk, úgyhogy gratulálunk, le a kalappal, és hát férfiakat azért én bíztatnám, hogy nyugodtan küldjétek az ételeket, vagy ne adj Isten a süteményeket, mert hiszen amelyik férfi tud sütni, főzni, az nagyon tud, úgyhogy ne tartsátok magatokba a tudományotokat.
És a következő, ő pedig Kállai Andrea, egy cukor nélküli rizslisztes epres csokis piskóta tekercset készített. De ez nagyon gyönyörű, és nagyon szépen van díszítve is. Úgyhogy gratulálunk nektek, és hát a Drága Családom Facebook oldalára bombázzatok minket, legyetek kedvesek a receptekkel. Most már nagyon szépen fotózzátok is az ételeket, úgyhogy igazából majdnem, hogy mindegyiket be lehet mutatni az adásba, de ha elkülditek, akkor viszont láthatjátok akár a saját ételeiteket is. Nagyon sokszor puszilunk benneteket, vigyázzatok magatokra, és hát nézzetek minket továbbra is. Sziasztok! Ha milyen pacsinó forma lennék ebben? Ó, Istenem, amíg a mellem is beleférne. Ez valami királylány. Ezt felpróbálod? Ezt felpróbálod. Gyönyörű. Szívembe zár az árva hús magát, lelkembe költözött a vigasztalanság. Én nagyon szeretném amúgy azért, hogy mama ott lesen és végig énekelje. Nekem ez a vágyam. Hát ott lesz, hát miért ne lenne ott? Az Isten érteti. Így van. Ízed maga! Ez igen? Nagyon zsanázott. Mindig kell a nőt.